Ma Jordániában kalandozunk, ahol a megasztáros Pátomival Szodoma és Gomora nyomába eredünk. A holtengeren lebegünk, sóbálvánnyá válunk, majd kiderítjük, hogy mire jó az iszap, ha ránk szárad. Meghódítjuk az eltűnt várost Petrát, hogy Indiana Jones-osan lóháton. Megasztáros koncertet szervezünk az amfiteátrumban. Az áldozati helyről Rambóval menekülünk ki Teveháton, és persze elrejtjük a kincset Magyarországon, hogy ti megtaláljátok. Kalandra fel! Az a szép, akinek a szem. Sivatag, Jordánia. Akaba Amman autóút. A sofőr neve Samir. Arab. Semmi köze a magyarokhoz. Legfeljebb annyi, hogy szereti őket. Mint ahogy a jordánok többsége, ahogy látni fogjátok. Hogy hogyan kerültünk ebbe az autóba? A történet 3 órával korábban kezdődött. Tök jó! Hát az úgy volt, hogy éjjel érkeztünk a Vöröstenger partjára, Akabába, közvetlen charterrel Budapestről. Így aztán az álmosságtól kissé kótyagos felfedező csapatunk, vagyis én, Rachel a barátnőm, aki Jordániában él, és a megasztáros Pátomi Kiko vájgott a szállodából, az ismeretlenbe. Hova megyünk? Holtenger. Szóval ez a dolog ez úgy működik, hogy az ember kilép a szállodából, és itt van rengeteg taxis, és akkor lehet alkudozni. Szeretlek magyar bívot! Álljam árab teli vér! Egy ismerősünk már van, meg még egy és még egy. Pár perc alatt. Ezt lehet szeretni és nem szeretni. Nekünk tetszik. 5 perc alatt itthon vagyunk. A jordán taxisok telefonszámait már itthon úgy cserélgetik a magyarok, mint a nőgyógyászokét. Bizalmi állás ugyanis. A mi taxisunk felajánlja az autóját, vezessünk mi, miután kiderül, hogy ő maga már nem fér bele a saját taxiába. Aztán 5 perc múlva megjelenik egy kis busszal. Szerezte. Valahonnan. Hogy van ez, hogy arab országig mindig 5 percenként, hogy minél jobb és jobb legyen a helyzet? 7 percenként változhat bármi, de még mondjuk mindig változhat. Még ilyen egy harmadik. De mindig egy jobb megoldás van, nem? Persze. De ha ez így megy, nem tudom, lehet, hogy egy óra múlva már a forinthoz igazítják a Jordán. Igen, a Jordán dinár. Kamera miatt. Ja, beülök, igen. Hát ez Amerika. Habibi, az első szó, amit megtanulsz itt. Habibi, azaz kedves. Jalla, Habibi, szeretlek magyarok! Jordániában vagyunk, és maradunk is egy pár napot. Első úti célunk a holtenger. Hát így kerültünk ebbe a kis buszba Samirral. Akabából körülbelül 3 órányit utazunk a holtengerhez. Amúgy az 5,5 millió lakosú Jordániában nincsenek távolságok. Az úthálózat jó, legfeljebb 5 óra alatt elérsz mindenhova. A mögöttem ülő lány Rachel. Turista úttal járt itt először, aztán beleszeretett Jordániába, és most itt él. Búvároktatónak tanul. Tehát most odaérünk a vámmentes terület végéhez, tehát hogyha kijöttök Akabából, akkor mindenképpen hozzátok magatokkal az útleveleteket, mert vannak ellenőrző pontok végig. Boci, boci, tarka, se füle, se farka, oda menjünk rakni. Ez már a holtenger, a Biblia földje. Ez itt meg Lótné, szegény, vagyis a bibliai Lót felesége. Azé a Lóté, akit Isten megmentett, amikor elpusztította Szodomát és Gomorát. Egyetlen feltétele volt, nem visszanézni. Na de a női kíváncsiság. Gyere asszony, ne nézz hátra! Ne nézz hátra, mert összetöröm a csontodat! Ne! Ne nézz hátra! Na tessék, most egy életre van legalább só otthon. Egy picit magasnak tűnik, nem? Azért ez egy jó... Jó 560-as nő volt. Igen! Igen! Körülbelül. Lehet, hogy egyszerűen az volt a baj, hogy nem hallottam, mert a Lót olyan kicsi volt hozzá képest, hogy a füleig nem ért föl. Mit mondasz? Igen. Igen, ez a... Gyere már, gyere már, gyere! Gyere! Mi? És akkor ja, és visszanézett rá. Karant járat. Jass. Közel Lótnéhoz érintetlen holtenger iszapot gyűjtünk. Magyar nejlonzacsiba. Hogy mihez? Hamarosan meglátjátok. Ez egyébként olyan iszap, amit majd magunkra fogunk kenni, ami a környező hegyi patakokból, folyókból belemossa a holtengerbe az ásványi anyagokat, és ezért nagyon sokféle gyógymódra használják. Ő ugyanolyan magas, mint én egyébként. Tessék, ennyi a különbség közöttünk. Tényleg így állok az iszapban. Egy fej különbség Délom. Van most közöttünk, mert ő egy olyan helyen áll, ahol szépen lassan megy lefelé. Nekem csak a jobb lábam a bal az nem. Most itt hagysz minket?
They leave us here. Yeah. Why, úristen! Please! Egy olyan 300 év múlva ez lesz az a hely, majd itt egy kiépített parkolóval, gépekkel, ahhoz az iszapvadász turisták megkövesedtek. 303 ezer év múlva. Már is megvagytok örökítve az utókornak. Na, akkor most megyünk, aztán innentől kezdve, hát nem is tudom, átvesszük a műsorvezetését a jordán helyi erővel. Mehetünk, jalla! Mert jalla! Ez a csirke! Na ez a különbség, látod? Magyar csirke! A magyar csirke itt sokkal többet ér, látod, mint otthon. Ez itt a kalandjárat. Hát ide cipeljük az érintetlen iszapot. Ez az Amman Beach, a holtenger egyetlen kőstrandja. Itt nézem a hölgyeket, és nagyon fel vannak öltözve. Nem ciki így ilyen kis izébe lenni? Hát nem tudom, szerintem legalább egy ilyen azbest védőruhát föl kéne venned, mert ez így gáz lesz. De kendőbe mennek be a vízbe, hát más kultúra. Hulla jó a víz. Hőmérséklete körülbelül olyan 30 fok, nem? Ez vizes. Az a szerencsétlenkedő hármasot mi vagyunk. Nem hoztunk vízi papucsot, így megtanulunk kövön járni. Na, őt irigyeljük, nekünk is oda kellene bejutni. Egyelőre azonban azt próbáljuk megfejteni, hogy hogyan lehet kimosni a sót sós vízzel a szemünkből. Pátominak sikerült. A holtenger sótartalma 40%, azaz 6-szor sósabb, mint a többi tenger. Így aztán a holtengerben egyetlen élőlény sem él. Kivéve persze a hozzánk hasonló élményfürdőzőket, akik csak úgy lebegnek a víz felszínén. Úszásról szó sem lehet. Simán lehet olvasni! Hát az az igazság, aki ide befekszik, az ha akar sem tud lebukni a víz alá, úgyhogy ha ide jöttök, ne is próbálkozzatok semmi ilyennel. Egyszerűen csak föl kell feküdni a vízre és lazítani. A csajoknak meg csak annyi, hogy ismeri érzés, hogy az ember könnyűnek érzi magát. És még éhezni se kell. Jaj, kis lábújjak. Ugye délután szereztünk egy kis iszapot, azt most összekeverte holtenger sós vízzel. Azért mondom, van egy spéci szaga ennek azért, úgy érzem. Hát, légy szíves, mihez hasonlít? Tehát mihez tudnád hát, hasonlítani? Nem is tudom. Azért, amikor az M7-esen sertés hízlalda mellett száguldunk el, akkor csapja meg az orromat egy kicsit. A környék szállodáiban kiváló gyógyászati kezeléseket végeznek. A holtenger gyógyhatásairól, például ízületi megbetegedések, asztma ellen már a rómaiak is ódákat zentek. Tehát ott van a gyönyörű naplemente, lehet látni a jeruzsálemi tornyokat, ilyenkor este is már. Hát ez csoda. Ne arra, hogy most szóltak, hogy elfogyott a édesvíz, amivel lemoshattál. Így kell hazamenni. De nem jó lát? Nem áll jól? Nem, csak a kocsit fogod összekosszolni. Nem, mert rám szárad, beivódik a bőrömbe, és akkor mindig ilyen finom, sima lesz a bőröm. A földkerekség legmélyebb pontján vagyunk. Ez a hely, ahol most vagyunk, ez 400 méterrel a tengerszint alatt van. Tehát akkor napozol, amikor akarsz, akkor is, ha fehér a bőröd, akkor is, ha olyan fekete, mint az enyém, és nem fogsz leégni. Ez így van. Smink gyorsan! Most minket kérdezem! Nagyon lebarnultatok! Az a helyzet, hogy azért nem mindenütt alkalmas számomra az ülés itt a buszon. Most egy kicsit így behajtogatva ülök, úgyhogy szerintem elmegyek hátra. De van egy jobb megoldás, hogy itt ezt le lehet nyomni és oda tudsz ülni. Tehát igen. Még ilyen megoldás is van. Van egy pótszék itt. Mondjuk ez nem 100% komfort, de... De 99. 99. Az Akaba Amman autópályán haladunk Petra felé, busszal másfél órát. A jordán hasemita királyság, amolyan közel-kelet Svájca. Hidat képez nyugat és kelet között. A közbiztonság kiváló. Ez már sokkal jobb. Itt akár így is lehet jönni.
nem mennek olyan nagyon sokan lóval, pedig hát ez az érzés. Hát az Indiana Jones fölugrott a lovára. Indiana Toms. You wanna ride? Nem tudom Indiana Jonesnak milyen színű volt, de ez az ezüst, ez jól néz ki. Megyünk kincset keresni. Akartunk egy ásót szerezni, de nem sikerült, úgyhogy valahogy máskor, hogy kell majd kiásnunk a dolgokat. A rejtély, a nabateusok földje. Még ma is sok kincset rejt. Az utóbbi évszázadokban a beduinok lapták a sziklákba vájt üregeket, de 20 éve az állam egy falut épített nekik, hogy a felbecsülhetetlen műemlék csak a turistáké és a régészeké legyen. A vezetőnk is a kitelepített beduinok közül való. Szerinted vannak még bent kincsek? No. Nem, nincs már. No. De nekünk Petra maga a kincs. Jó választ. Gyere. Salua. Nagyon kényelmes, és azért ez így mégiscsak jobb, mint innen legyalogolni. Eddig tartott a lovastúra, nekünk. Indiana Jones egészen a kincstárig mehetett lóháton, de ugye volt egy nagy előnye velünk szemben. Ő tudott lovagolni. Nem is olyan könnyű. Oké, szerek, nagyon szépen köszönjük. Nagyon aranyos lovacska vagy, nagyon aranyos. Igazi arab telivérlány vagy te. Szép vagy. A szikhez érkeztünk, vagyis a szoros, amelybe vezet a misztikus városba. Itt hintóval is mehetsz. A nabateusok az egy olyan civilizáció, ami volt, ami lett egyszer, és aztán eltűnt. És eltűntek, aha. És utána senki nem tudott róluk. A nabateusok a karavánutak kereskedelmét ellenőrizték, amelyeken főként aranyat, mirhát szállítottak. Ma úgy mondanánk, hogy védelmi pénzt szedtek a kereskedőktől. Aztán behódoltak Rómának, majd a 12. századtól teljesen eltűnt Petra a világszeme elől. Még nem a 19. század elején egy svájci kutató muszlimnak öltözött, megbarátkozott a beduinokkal, és 600 év után először idegen lépett az elveszett városba. Érzed, hogy már szűkül, és még mindig nem adja meg magát, még mindig rejtél, még mindig nem gondolhatod, hogy ott mégis van valami. Hát milyen lehetett ez, amikor 250 évvel ezelőtt itt jött egy ember, és nem tudta biztosan, hogy itt van valami, és egyszer csak ott volt a kincs. Hát azt hiszem most vagyunk. Most belépőd talán elkezdhetni. Pa-pa-ra-pam, pam-pa-ram, pa-pa-ra-pam, pam-pa-ram, pam-pam, pa-pa-ra-pam, pa-pa-ram, pa-pa-ra-ra, pa-ra-ra, pa-ra. Ez a kincstár vagy kincses ház. A gazdag nabateusok vagyonának gyűjtőhelye, amely számtalan kalandor elődünk képzeletét is megmozgatta. Vannak ilyen lukak, látod, ahogy lőtték a beduinokkal, mert azt gondolták, mint ahogy az Indiana Jonesban is, hogy itt van a kincs. Egyébként lehet, hogy jól gondolták. Hát ez hihetetlen, hogy ez az egész a sziklába van bevájva. Mi ez? Beduin ruha? Aha. És ez? Fegyver. The bullets. Yes. Bullets. Why? Igazi töltényei vannak, pisztolya is van. You know, és hol van az arany? Van? Igen, itt fenn. Deo! Deo! Will I come and they won't go home? A kőbe vájt város legmagasabb pontja az áldozati hely, ahova kevés turista megy fel, mert hogy fárasztó, állítólag. Mit csináltok itt? Nyakláncot árulunk. És ti beduinok vagytok? Igen. És a családotok itt élt korábban?
Igen, 20 éve. Itt éltek a barlangokban, most már a faluban. 25 családról van szó. Halljátok? Na hát az a helyzet... Igen, énekelgetnek. Mert az a helyzet, hogy meghívtak minket egy beduin esküvőre. Szerintem meglátták a Tamást, és azt mondták, hogy hát ha elmegyünk egy esküvőre, akkor hát ha is befűzhető majd. Sajnos két nap múlva mi már máshol leszünk. Nóra felvisz minket az áldozati helyre, ez a kedvenc helye. Mindenki ott lent sétálgat, mert lusták feljönni. Kifelé? Tudósítunk. Nabateusok, eleinte pogányok voltak, a napnak és a holdnak áldoztak. Emberáldozat is volt, és utána itt folyt el a vér. Na most revansot veszek mindenért, amit az előbb mondtál. Ú, gyerekek, ez az érzés, azért ez nem kellemes. Játékból se. Most jöttem rá, hogy miért félelmetes. Azért, mert ez nem játék. Tehát, hogy most mi ezt játékból csináljuk, de itt egy csomó ember feküdt, ugyanígy, akik itt meghaltak. És nyilván ezeknek a köveknek van egy ilyen üzenete, vagy van egy ilyen emlékezete. Aztán újra életve lemegyünk oda, ahonnan a többi turista nem jött fel. Ez a római időkből fennmaradt amfiteátrum. De hát milyen egy színház produkció nélkül? Hát, legyen megasztáros koncert. Ez a francia pár ugyan csodálkozik, hogy jegy nélkül maradhat, de kíváncsiak az eredeti akusztikára. Na, választhattok zenét. Például választhatjátok az Oroszlán királyt is. Jó lesz? Vagy mit? Azt mondtad, választhatunk, de mik közül? Javaslom például az Oroszlán királyt. Hol a választás? Szerintem ez egy nagyon jó választás. Ha mindketten tapsoltok, akkor kezdődik a koncert. Can you feel the love tonight? Good. Jó lesz? Igen, nagyon tetszik. Kings and vagabonds believe the very best. Ez ott a 30 ezer néző várja azt, hogy előad az oroszlán. Tényleg? Bele tudod, de milyen lehet, hogy az a 30 ezer néző előtt kellett énekelni ilyen helyen? Hát nem tudom, de nagyon, nagyon közel vannak, miután olyan a hely teljesen a kialakítása, hogy teljesen közel vannak. Tehát ez nem úgy 30 ezer ember, hogy egymás mögött állnak, és akkor látod az első három sort, hanem mindenkit tudsz egyenként látni. Szemükbe nézni. Nagyon fantasztikus. Csabász. Lenézi, nem állott a flángon a bőt. Így már biztonságos a bérzés, tehát felállni vele azért nem olyan könnyű, úgyhogy nagyon kell kapaszkodni. Hey! Ha hiszitek, hanem Rambó tevényt elegelünk. No, nem Stallone termetik hirtelen, hanem a bedui Rambó, a legjobb petrai sziklamászó. Most a családjához visz minket, ahogy minden turistát, aki szeretné, a kitelepített beduinok falujába. Hangezán olyan, mint egy sétahajó. A gazdag nabateusok sírjai mellett haladunk, ezek a királysírok. Például az urna sír. Nagyon higanyos a mozgásunk. Arra kér, szerezzünk neki feleséget. Hát csajok, tiétek a pálya. A nabateusok a hatalmukat a tevének köszönhették, ugyanis ők voltak az első nép, akik háziasították ezt az állatot. Ők voltak azok, akik víz és élelem nélkül napokig, hetekig kibírták a sivatagban. Tevék ura! Te tevél tevévé engem eleve. Te veled nem ér fejel, tebe fej tétova velé. Ez pedig már a beduin falu, ahol nagyon nagy szeretettel látják a turistákat. Szerény körülmények között ugyan, de annál nagyobb figyelemmel és barátsággal. Egy amerikai annyira beleszeretett a helybe, hogy itt temettette el magát. Petrára néz a sírja.
Kiss me. Kiss me.